Szeretettel köszöntöm a Színtér mai vendégét, Verebes Istvánt, és természetesen a kedves nézőket is. Hát kedves Pista, egy újabb könyv jelent meg, és amint hallom, készülnek a következők is. Te aztán igazán nem tétlenkedtél a karantén ideje alatt, mert megjelent ez a Hátra Arc című magánenciklopédia, amit én nagyon nagy élvezettel olvastam. Meg kell mondanom, itt mutatom is egy kicsit a nézőknek, mert olyan embereket idézel meg, akiket nagyon fontos, hogy ismerjünk, én úgy gondolom, legalábbis a színház szeretők és színház nézők, és nem biztos, hogy mindenki emlékszik, és annyira fontos neki, hogy tudja, hogy Makai Margit 92 évesen még a Bösendorfert hogy alakította. Én emlékszem rá, hogy még arra is vigyázott, hogy a bokája ne legyen bedagadva, hogy fölrakta egy ilyen kis sámlira, hogy este ő úgy nézzen ki a színpadon, ahogy kell, és Gozon Gyula és az összes többi Feleki Kamiltól kezdve Őze Lajoson át a mai, akik rengeteg embert megidézel. És nekem az is nagyon tetszett, hogy közel hoztad ezeket az embereket hozzánk, tehát hogy a spanyaim például, az eszembe se jutott volna, hogyha te Egri Mártáról, vagy Tordai Hajnalról beszélsz, vagy Réti Szilviről, akkor az ő spanyaim, vagy például a múltat, ha idézed, az önsorsrontókat, például Ternyák Zolit, és a Paudics Bélát. Tehát, hogy itt mindenféle szemszögből a színház világát, ugyanúgy a kritikusokat, a háttérembereket, a barátaidat, nem mondom az idézőjelben, hogy az ellenségeidet, de azokat is, akiket nem szeretsz, mert te olyan őszintén és annyira önazonosként vallasz a színház világáról, hogy szerintem még azok sem sértődnek meg, akikről te úgy igazán kimondod a nem éppen pozitív véleményedet. Hogy került sor erre a könyvre? Hát az inspirációt azt egyrészt nagyon közhelyesen tudom csak vázolni. Nincs ebben semmi új ebben a könyvben, én amit ebben leírtam, azt én 40-50 éve próbálom közhírré tenni, nem csak sikerrel. Amit te kiragadtál ebből a könyvből, mert ez a magyar színház működéséről és működtetéséről is szól, szerintem aktuálisan ez az, ami fontos, amiközben persze nagyon fontos a múlt is. De ez azért érdekes, hogy a legtöbb színház közeli szakmai vélemény ezt ragadja ki, mert három könyvet írtam, ez volt az első, és most a második van nyomdával, aminek az a címe, hogy Voltak. És 62 olyan színész, rendező portréja, akikhez nekem közöm volt, és van. Azért tartom fontosnak, most éppen rákaptam különféle színházi írók könyveire, épp a Básti Lajosnak, Ádám, ugye? Így van. Nekem is megvan, annak idején olvastam. Azt kezdtem el olvasni. Mire gondolsz, Ádám? A Pécsi Blankának elkezdtem olvasni a Jászai Mari életrajzát, és levettem a polcról a Jászai Marinak az emlékiratait. És arra gondolok, hogy a Jászai Mari, vagy a Blaha Lujza, vagy a Bajor Gizi, csak most vagy a Varsányi Irén színészete, az ott van a mi színház kultúránkban, a jelenkorban is. Tehát azok a ritmusok, azok a megoldások, azok a fortélyok, az a szellemiség, az a viselkedésmód, azok az iratlan törvények, az a distancia, vagy éppen egy közösségben, társulatban való létezés, ezek mind útmutatók, és elképesztő kultúrájúak. Tehát ez a Jászai Mari, aki egy ácsnak volt a lánya, a mostohanyja, nevelte, verték, ütötték, éhezett,
hogy ez az ország ünnepelt nagyasszonya lett. Hát annak kellett lenni valami olyan kvalitásnak, ami a mai napig hat, vagy kell, hogy hasson. És ezt én úgy gondolom, hogy ezt a ma fiatal, de nem fiatal színészeinek is tudni kell, hogy nyoma maradjon, hogy tudja, hogy amit ő csinál, az... Honnan hát az, annak az evolúciója, uh-huh. szellemi, szakmai evolúciója valahol ott az Egressy Gábor környékén, a Kelemen László környékén, a leírja, én már meg nem mondom, mert most annyit olvastam, mindjárt fogom mondani a nevét. Egyébként nekem is ez mániám. Egy akkori színész, tehát ez a reformkorban egy színész gyerekkorában a nagybátyának a barátja volt a Teleki László. És meghívták ebédre. És a Teleki László elkezdett beszélni színházról. Ugye az első magyar társulatnak volt az igazgatója. Elkezdett beszélni színházról, és 13 éves volt ez a később színészé lett valaki. És azt mondta a Teleki László, azt látom, neked csillan a szemed. Te érdeklődsz, gyere, ülj közelebb, és mesélek neked arról, hogy mi a színészet. És ezek a hatások, ezek a vonzalmak, ezek folyamatosan a mi életünkben is egy füzért alkotnak. És aki ezt nem alkalmazza, nem tiszteli, az... Ha a legavangárdabb színész, akkor se tud eldobbantani a hagyománytól, mert ott van. Az ember ábrázolása, az ember megnyilatkozása, titkainak felfedése az a színészet, és ez nem változott az elmúlt 200-250 évben sem. Mondd, és az, hogy mindig van egy-egy versidézet. És itt aztán tényleg Kosztolányi Dezsőtől József Attilán át Petri Györgyig és Garai Gáborig, tehát kevésbé ismertek és ismert idézetek is, hogy ezek vezetik be az egyes fejezeteket. Nagyon élvezem. És ezeket te mindig keresed, ezeket válogatod, megkeresem. Hozzápasszintod. Igen, mert én azt gondolom, hogy a magyar líra az a világon egyedülálló. Tehát jó, nehéz Keatset vagy Byront fordítani, vagy Goethét, de amit a magyar líra tud Csokonaitól, az tényleg elképesztő. És egy olyan tárház, és ez is az, hogy hát, hogy lehet elfelejteni? Szóval hogy lehet, hogy a polcokon parkolnak ezek a szerzők, és nincs megteremtve az a fogékonyság, az a vonzalom, hogy rettentő sokat ad. Hallatlan hatással van az embernek a hangulatára is, arra a légkörre, amiben él. Számtalan szó, csak úgy este leemelek egy verses kötetet, és hát most nem mondom azt, hogy az Adinál vagy a József lenne, nem lehet tévedni, vagy a Petőfinél. Hát nem lehet tévedni. Nem lehet tévedni. És én azt gondoltam, hogyha még zenéket is oda tudnék tenni, akkor még azt is oda tenném, hogy ez a magyar kultúra. Hogy a teljesség meglegyen, igen. Megértem. Te egy olyan közegben nőttél fel, ugye édesapád is közismert, közkedvelt színművész volt, hogy te rengeteg embert úgy ismertél meg, nem csak a színpadról, tehát ugye itt a Feleki Kamil, az Őze Lajos, és sorolhatnánk végig, ugye Dajka Margitka, akiről gyönyörűen írsz, és a gén többlet, ez nagyon tetszett nekem ez a kifejezés, hogy egyes színészeknek megvan a gén többletük, de ugyanúgy írsz például olyanokról is, akit például én sem ismerek, hogy Kónya Renáta. És itt a te könyvedből ismertem meg, hogy az van egy ilyen nevű. Csak, bocsásom, ott írok például Szabados Ambrusról, aki egy miskolci epizódista volt, és számtalan olyan kollégámról, akik
akik a napszámosai ennek a szakmának. Tehát az, ne felejtsük el, hogy nem csak Őze Lajos, Latinovics és Dajka volt itt, hanem azt írom, hogy főszereplő úgy lehet valaki, ha vannak mellékszereplők. Igen, igen. Tehát olyat még nem hallottam, hogy azt mondja a Darvas Iván, hogy én játszom a főszerepet az Őrült naplójában, ugye? Tehát, és ezek a színészek tartják a vállukon a nagy színészeket, áldozattal, alázattal és fantasztikus tehetséggel. És ki mutatná be, ha nem te, aki évtizedeken keresztül játszottál, rendezted Mászli. Őket, barátilag ismerted hát őket, Mászli, ebben hogy... a közegben voltál körben az országban, hiszen leírtad, hogy az ország, nem tudom, alig van néhány színház, ahol ne rendeztél ez egy Mászli. Volna. Ez az, hogy egyrészt amiben felnőttem, tehát hogy az apám körül kik voltak, kiknek a ritmusát hallottam, hogy a Feleki Kamil poentírozása az úgy jött a fülembe, annak a ritmusa, annak a technikája, mint egy muzsikus gyereknek otthon a házi zenélés, hogy hát ebben nőttem föl. Uh-huh. És hogy aztán valahogy úgy alakult az életem, hogy kalandoztam, ez adja az anyagot, hogy szinte mindenhol ott voltam, szinte a táncdal énekesektől kezdve a cirkuszművészekig mindenkivel találkoztam, beleláttam az életükbe, a fájdalmukba, és ez nagyon érdekes és rendkívül megközelíthetetlen világ. Tehát egy civil ember számára ez átláthatatlan. Hát azért ilyen olvasmányos, azért ennyire izgalmas, azért annyira fontos az, hogy ezeket mi megismerjük, meg a háttérembereket. Akkor hadd mondjam el neked azért a szakmánknak a szociográfiájához az adalékot. 1500 könyvet nyomtak ki. Ebből elment 1300. A feleségem számon tartja, hogy kik rendeltek. Tehát névvel, címmel az 1300-ból 50 sincs, aki a szakmából megrendelt a színész. Holott én a magam részéről ezt semmi másért nem írtam, mint hogy a fiatal színészek nem az, hogy tiszteletben tartsák a múltat, hanem hogy megértsék, hogy ami ma van, minek szerintem abból a szemszögből mi a következmény. Tehát, hogy honnan ered odáig, igen. Hogy ma már van baloldali színház, meg jobboldali színház, meg mindenféle álláspont, és hogy ezekkel nem tudunk kibékülni, nem tudunk egymással kibékülni, nem állunk szóba egymással, most már gyalázás is van, tehát most már az is van, hogy dehonestáló mondatok hangoznak el. Hát én nem tudom, én abban az időben nőttem fel, amikor még akkor is volt ellenszem, na de hát azért egy egész más ellenszem volt az, amit az Ajtai Andor érzett a Páger iránt, vagy a Súlyok Mária és a Bulla Elma nem szerette egymást, vagy a Dajka Margit és a Kismanyi sem. Hát azért itt a Dajka Margitról volt szó, és a Kismanyiról. Sőt, hát itt olvashatjuk a te levelezéseidet is, és azok is elegánsak, és konkrét tényekre hivatkozva, és nem bántóan írod meg a véleményedet. Én nem mondom, hogy igazam van. Tehát én nem azt írom, hogy a tuti, hanem azt szeretném, ha azt, amit én a magam módján, a magam logikájával indokolok, fölfedek, arról legyen szó. Legalább beszéljük meg. Így van. Legalább legyen valami vita. Ezért is érdekes a Koltai Tamással való polémia, vagy pedig a Földi Roberttel. Ugye rendkívül nagyra igen, tartottam. Igen, igen, igen. Csak nem értettem vele egyet számos dologban. Persze. És a tisztelet. Az én számomra ebből a könyvből az is egy tanulság, hogy ahogy te írsz például Láng Dodiról, én ismertem őt már Pécsről, mi együtt szerepeltünk, én ilyen pici kislány voltam. Kivel? A Pécsi Rádióban, Láng Dodival, Láng Józseffel, hogy,
hogy ahogy te odamész a József Attila Színházba, és ahogy te viszonyulsz hozzá az idős nagyszínészhez, Ági, tehát hogy tisztelni kell a amit másikat. Amit mondasz, az tulajdonképpen egy botrány. Mondjam, hogy miért? Igen. Ma feltűnik az, hogy egy fiatalabb ember tisztel egy már rangos, idősebb embert. Nem kéne fel, ez a természetes. Természetes? De. Ezért valakit meg kell dicsérni? De sajnos ez igaz. Milyen rendes ember bejött és köszönt. Tényleg, olyan nagyon, nagyon udvarias ember. Ez vicc. Amikor a cirkuszhercegnőt rendeztem, és a kórus 3/4 7-kor a premier előtt fölhívott a karterembe, és elénekeltek nekem egy dalt a operettből, amire azt írták rá, hogy köszönik, hogy én úgy kezeltem őket, mint embereket. Az egy botrány. Igen. Hogy egy olyan színházban dolgoztam, ahol minősítik, lealázzák, leordítják azokat, akik ott állnak 20 éve, és szolgálnak. Ez nem lehetséges, ez nem lehet különleges. Erre én nem lehetek büszke. Teljesen igazad van. És abban is igazad van, hogy idézni kell igenis a portást, a jegyszedőt, az ügyelőt, a súgót, a Tarmari egyébként nálam is, a Tarbélának. Az édesanyja volt riportalanyom, és hát remek történeteket tud. És te is itt rengeteg anekdotát is idézel, tehát ettől még színesebb, még izgalmasabb a könyved. Ugye, hogy fogadta a Major Tamás például a portásnő, hogy álljon már odébb ez a kopasz, mert hogy várjuk a Major Tamás, és ez hasonló rengeteg ilyen. A legtöbb ilyen sztori, az mind az apámtól van, aki egy nagy sztorizó volt, és valahogy a feleségemmel beszélgettünk, és azt mondtam, hogy a magánéletemből nem emlékszem, apró mozzanatokra. Tehát megkérdezed, miért váltam el ettől, attól, azt meg tudom mondani, hogy miért váltunk el, de hogy mi történt, hogy mit mondott, meg hol veszekedtünk, meg hol, fogalmam, teljes homály. Bezzeg. A szakmámból mindenre emlékszem. Uh-huh. És akkor azt mondta az én feleségem, azért, mert csak arra figyelsz oda. Abban van igazság. Tehát az én koncentrációm az sokkal inkább egy szakmai kór, betegség, és ami pedig folyik, hála Istennek a családomban, és ott nincs baj, sőt, 3 boldog gyerekem van, de avval nem foglalkozom annyira, hogy azt letapogassam, hogy az megmaradjon. Egy-két dolog megmarad, de főleg a jók, a rossz dolgok egyáltalán nem. Azokat kisöpri az emlékezetem. Igen, és az előbb említettem Kónya Renátát, tehát hogy vannak olyan nevek a könyvedben, amiket csak te hozhattál föl, csak te dicsérhettél meg, csak neked vannak olyan emlékeid, hogy, hát nem, hogy mert ez megmaradjon. Kónya Renátával dolgozott Nyíregyházán más is. Ezek, hogy mondjam, hát 50 év alatt valami orrom volt arra, ami különleges. Most a Kónya Renáta esetében egyébként egy bűvány csaj, aki egy magyar kanizsán született, tehát vajdasági lány, akivel dolgoztam. És hadd mondjam el, hogy frenetikus jelenség. Tehát azon túl, hogy a szakmát a korához képest precízen tudja, de ez az, mint a Domján Edit, aki bejött, még meg se szólalt, és azt mondtad, hát ilyen édeset, hát, és a férfiaknak elkezdett feszülni a slitze. A nőség állat belőle, hogy igen. Se a mellett, nem olyan se, különleges, nincs, igen, a nagyon feneke, igen. Sem, nagyon csinos, de semmi. Csak bejön a színpadra, és elkezd sütni a dolog. Na most nem is ez az érdekes, hogy ha ő a Domján Edit, akkor vajon eljátsza majd a bolondlányt, a üvegcipőt, és mindazokat, a Pollit, a Koldusok, ki fogja fölépíteni ennek a fiatal színésznek a nimbuszát, amiben én
amire én tőkésként most betenném a pénzemet. Hát ugye te voltál igazgató Nyíregyházán, de most nem vagy, te Bazitán élsz, és onnan jársz el rendezni. Az a csuda, nem mindent tudtam megtenni. A Pigmalion, hát nem az igen, a rendező, igen. Hogy azt mondom, hogy a cselédből csinálok királynőt. De. Hát ez lenne a feladat. Azért engem például, a már igazán kész színészek kevésbé érdekeltek, mit tudnék kikaparni még az Udvaros Dorottyával, vagy a Kulka Janiból? Szóval lehet, hogy egy bizonyos standardet el tudnak, de az, hogy valakinek a tartalékait kibányásszam, az nagyon így. Az most is azért megyek Szolnokra, mert a Mészáros Pista, aki kiváló karakterszínész, azt mondom, hogy ott még nagyon sok minden van, amit őt fogod most rendezni. Van. És az ennél nagyobb kaland nincs, azt írom a könyvemben is, amikor a Kovács Adéllal dolgoztam, és egy nagyon érzékeny korszakában frenetikusan játszott a Zsolt Béla Erzsébet városában, és álltam a nézőtéren és játszott, és hát állt a levegő a feszültségtől. És azt mondtam magamnak, hát ti itt, akik ültek, ti azt hiszitek, hogy ez a Kovács Adél, ezt mondom, én is vagyok, ebben én is ott vagyok. És ez a morganatikus amikor a varázslónak valami sikerül, amiben talán maga sem hitt, ez a rendezésnek az igazi élvezete. És Pista, az is érdekes az én számomra, és ennek sem kéne érdekesnek lenni, hogy te figyeled, még most is, tehát, hogy jársz színházba, hogy nézed a fiatalokat. Ugye én is odáig vagyok Keresztes Tamás alakításáért az Egy őrült naplójában, és a Vinyánszkit ugyan a Diktátortól kezdve a Hamleten át a mostani legújabb rendezéséig is követem, és híve vagyok, és elájulok attól, hogy mit tud, és elismerem, de te is ugyanúgy, tehát nem csak a múlt, nem csak akiket rendezel, hanem benne vagy ebben a közegben, hiába élsz több száz kilométerrel Budapesttől odébb, többet tudsz arról, hogy kik vannak, és kikre érdemes odafigyelni, és kikkel érdemes foglalkozni, mint sok olyan itteni rendező, aki csak megrendezi a sajátját, nem megy el, nem nézi nem a fiatalokat. Nem ez a hanem most nézem az interneten, hirdetnek darabokat, mindenki ugye annyi színházon. Szerző, cím, rendező. És ki játsza? Igen, igen. A rendezőre megyek oda? Igen. Vagy a rendezőre is megyek, de azért szeretném tudni. Nem érdekes. Nem érdekes, hogy ki játsza. És műkritika van? Micsoda? Műkritika, tehát van. Hát az is. Mert azért az is régebben, mert hiába mondjuk most ugye Koltairól, hogy nem értünk egyet, vagy Molnár Gál Péterre, szóval de az jelenti, se nagyon élet van. Élet és irodalomban van egy rovat. Igen. Amiben fiatal filoszok, bölcsészek írnak az őket érdeklő divatos, trendi előadásokról. De ez nem a magyar színház kultúra. De én nem kárhoztatom őket, mert kéne lenni egy színházi lapnak. Hát igen. Annyi újságban, de hát a filmszínház muzsikában azért mégiscsak, ha más nem, valami fajta útmutatót, információt, ahhoz képest, hogy azért bekalibráltam, hogy ki miért mit ír, de azért ma is, ha te azt mondod, hogy voltál színházban, láttad ezt, és elmondod a véleményed, ahhoz képest, hogy mi az én látásom, és az ízlésedet ismerem, mert ismerlek, ahhoz képest az én másfajta ítéletem, vagy hallgatólagos egyetértésem megszületik. 50 év után már te is azért színházak körül voltál annyit, hogyha azt mondom, hogy képzeld el, az XY rendezi az XY című darabot az XY-okkal, kis hiba százalékkal megmondod, hogy milyen ez az előadás. Körülbelül tudod, hogy mire ülsz be. Igen. Az nagyon ritka, amikor az ember meglepődik.
amikor azt mondom, no hát, hát ezt nem hittem volna. Ez nagyon ritka. Ilyen a Keresztes Tamásnak. Ilyen, épp ezt akartam mondani. A őrült igen, naplója. Igen, ez én is ilyen így az Eszegi Enikőnek a diktátora. Így van. Így van. Nekem. Nekem is. Igen. Nekem is. Nekem. Pontosan így van. De hát ezekért tehát érdemes csinálni ezt a szakmát. Nem is láttad. Nem láttam, de tudom. Nem láttam, de tudom. Mondd, és itt Bazitán ugye készült a még két könyv, tehát ezek szerint egy pillanatig nem tétlenkedtél. A Hátra arcnak a folytatása, tehát valamilyen módon egy az a cím, hogy deszka. Ez már mélyebben belemegy más fogalmakba. Itt egy kicsit a múltamból előhozok történet, mondok egyben. Például a Spéter Erzsébet jelenségről írok. Uh-huh. Ami, az Erzsébet díj, igen. Ami az én látványom szerint a szocializmusnak a végét jelentette. Tehát ott a Spéter Erzsébet díjkiosztóiból következett a Fekete Pákó és a Fási Ádám. Tehát az az ízlés, ami ott, illetve ízléstelenség egyszer csak jogerőre emelkedett a magyar szolgálati televízióban, az rombolta, züllesztette odáig, hogy ma hát hihetetlen bekapcsolom a televíziót, és énekelnek magyar nótát, kik, hogy, ami egy műfaj, hát én a Gál Gabriellát és a Madarász Katit hallgattam, amikor magyar nótát énekeltek, hát azért az egy minőség volt, hogy a jó ebédhez szól a nóta. A nagy Erdélyből átjön. Kovács Apollónia? Kovács Apollónia. Persze. Hát az ő énekelt a magyar nótát. Hogyne. Hát szóval vannak kritériumok. Na jó. És akkor ezt úgy megírom, hogy kik ültek a jeles, becsülendő színészek egy interkontinentál kerekasztalnál. Volt egy videó, egy házi videó, ami eljutott hozzám, ott ült, nem mondom a nevüket, nagyon komoly színészek, Nemzeti Színház vezetőszínész, stb. És akkor Spéter Erzsébet a maga floridai ízlése révén a következő mondatot mondta, ami itt cseng a fülemben a hangsúly. A pipikében libamáj van, és ott ültek ezek a színészek, mert a pipikében libamáj volt. És Leimre meg lehetett zabálni a pipikét a libamájjal, és meg ki is lehetett menni hozzá, nyaralni, igen, igen. Igen, ez így van. Ez így van. Itt azt mondtam, hogy itt vége a magyar kultúra tiszteletének, hogy Erzsébetről elnevezett díj, amit úgy néz ki, mint a... Szóval hogy... Abból a pénzből, hogy Floridában három garni szállodát működtetett, garni, neked nem kell mondani, hogy igen, olyan ilyen... szálloda, ahova alkalmilag menni. Be lehetett menni, igen. És ebből, néhány órát ebből eltöltet, volt igen, az, igen. Hogy... Szóval, és ilyenekről írok. Szerintem újra fogunk találkozni, mert ez megint mindenkinek felkelti az érdeklődését. Mondd, és Gáti Oszkárral a kapcsolat, az hogy jött létre? Tehát, hogy ő a kiadója például ennek a Hátra arc magánenciklopédiának. Ez nekem az egyik legnagyobb tisztelet, ami a pályában nagyon ritkán történt, mert lehet, hogy mondani, hogy egyedülállók, hogy egy színész barátom, mert mondhatom, hogy a Gáti Oszi 40 éve a barátom, dolgoztunk együtt, és figyelemmel kísértük egymás pályáját, és egy nagyon érdekes sors az Oszi, egy komoly ember, na, tehát ez nem egy úgy színész, hogy úgy színész vagyok, ezt komolyan gondoltam mindig a színészetet, abba is hagyta 60 éves korában, mert nem bírta tovább. Ma is egészségnek örvend, és tulajdonképpen hiányzik a magyar színpadról, ráadásul egy olyan alkat, akiért a nők megőrültek. Jó. Elküldtem neki, mint barátom, olvasd el, mert gondoltam, hogy azért... És azt mondta, hogy ezt ő kiadja.
hogy ebbe pénzt tesz, hogy vállal. És ez nagyon fontos. Hát ez nagyon nagy szó. Ez nekem nagyon fontos volt, hogy utána aztán jó anyagilag fele-fele adtuk ki, de az, hogy ő adja ki, ő képvisel egy egyetértést, ez nekem mindennél fontos, ez nagyon ritka volt. A következőknél is így lesz, amiket most írtál? Úgy tűnik, hogy a következő is így lesz. Én nagyon szeretném, most a nyomdában van, még nem beszéltünk arról, hogy mik a kondíciók, de nekem ez fontos. Kicsit nehéz vele, mert most az tatogatja, hogy nem bírja a hibákat. És egy Kosztolányi idézet van az első fejezet előtt, amit én az internetről vettem le a Hajnali részegségből, és minden más kötetben másképp van. Mondd a sort, mert én tudom a verset kívülről. Igen, azt 50 jaj, 50 éves, szívem visszadöbben, halottaim is itt-ott egyre többen. Ez a rész, és valóban más, de hát most akkor lehet, hogy a kritikai kiadásban így volt, abban úgy volt, ettől az Oszi megőrül. Megőrül. Hát és akkor is ezt az 50 évet vállalja, idézed. Csak akkor vállalja, ha jól van. Ha nincs lapszus benne. Lapszus mindig van, minden könyvben van, de szerintem el fogja vállalni. Ha nem, akkor sincs semmi baj. Pista, vannak itt, mint múltban is, különböző cédulák, mert sajnos halad az időnk. Légy oly kedves, és ebből ötöt húzzál, mert ez mindig izgalmas, érdekes, hogy valaki milyen fogalmakat talál meg magának, és arról egy pár mondatban egy kicsit oszd meg, hogy neked mi a véleményed, mi jut eszedbe ezekről a szavakról. Na. Önzetlenség. Na hát ez a könyvedben is van róla szó. Bőven. Hát erre röviden tudok válaszolni. Ez az ember gyermekei. Azt hiszem, hogy az egyetlen, ami vegy tiszta önzetlenség bennem, hogy mindenek fölött a gyerekeim boldogsága és jóléte. Minden lemondást. Meg most már unokák is. Az az ő dolgok. Ja, az az ő dolgok. Az az ő dolgok. Unokákkal nem kell önzetlen. Ott az érdekes, mert amikor a két nagy gyerekem, a Linda és a Zoli, az valóban az önzetlenségnek volt a gyermeke, annak mindent adni akartam. Már a harmadik gyerek, a kisfiam, aki ugye majdnem 50 éves volt, kisfiam most már 24 éves, igen. A Mihály, ott nagyon önző voltam. Igen. Ott mindent elvettem tőle. Ott az összes örömet kértem. Persze, szóval az már nem az, hogy akkor nekem, hanem hogy nekem is jó legyen. Az volt. Édes? Bármi lehet. Hát az meg a feleségem, az nagyon édes. Most már 25 éve élünk együtt. Hát ha keserű lenne, akkor már nem lennénk együtt, de édes. Irigység. Szembesülsz még most is vele? Hogy? Szembesülsz vele most is? Nem. Az, hogy rám irigyek lennének, hát nem hiszem. Most már nincs miért. De... Csak a pozíció de, miatt fontosabb az, hogy abban a tévhídben ringatom magam, hogy nagyon sokat ír a Jászai Mari az irigységről. Nagyon. A saját irigységéről. Hogy azt hiszem, hogy ezt sikerült kipusztítanom magamból. A Kernel való barátságomban az volt, hogy már az elején megszűnt bennem az élet. Hát ő már réges-rég ismert színész volt, amikor én még mindig mentem és vártam az utcán, hogy autogramokat osztogasson. Tehát már akkor sem voltam, de azért hosszan még felnőtt koromban, hogy az annak miért sikerül ilyen könnyen, azt miért nem én rendeztem, azt miért nem, ez nincs már. Ez nyilván a kornak, az utolsó harmadnak a melankóliája,
Igen, nincs bennem, azt hiszem, irigység. Olyan irigységem volt, hogy a 80-as évek elején a Videó Magnó az, és akkor a Sas Jóskánál volt egy Videó Magnó, na most arra irigy voltam. Meg hogyha valaki elment Londonba, arra irigy volt, aztán már nem. Melankólia. Nagyon szeretem. Az soha életemben nem unatkoztam egy percig sem, soha. Színházban néha. De mert nem tudok mit csinálni, a zárt székből nem lehet mit csinálni. Előadás alatt, igen. De az, azt hogy kiülök a teraszon állunk, és nézem, semmit nem csinálok, csak nézem a zöldet, és örülök, hogy még élek, és fúj a szél, vagy esik az eső, süt a nap, ugatnak a kutyák, kukorékol a kakas, tele van, és az olyan melankolikus, és ott el tudok lenni, akkor elalszom utána, az jó, azt én szeretem. Hát igen, az utazás. Az utolsó. Az utazás. Nagyon hát szerettem. Még színdarabokat is mentél nézni, tehát meg, külföldön. Persze, meg bejártam öt földrészt, és így van. Ha a feleségem kíváncsi valamire, akkor mész. És akkor szívesen elmegyek vele. De már olyan, az Istenem, ha Japánba elmehetnék, hogy ez már nincs benne, hát már nincs is. Nagyon furcsa. Tudom, hogy nem ugyanaz, de a televízióban frenetikus filmek vannak. A világ szállodáiról, a városokról, a tájakról, a szafari parkokról, a főzésről. Tehát a világ kultúrája megjelenik, és én ezeket nagyon szeretem nézni. Tehát az, hogy valaki a Beverly Hillsben jön, megy, és különféle hamburger féléket vizsgál meg minden étteremben, ez nekem iszonyú izgalmas, és nézem, hogy hogy főzik, meg hogy sütik. Tehát nincs az. Egy van. Arról nem mondok rá, és ezt most elmaradt a feleségem, meg az én elfoglaltságom miatt, hogy a pandémia után 3 nap Bécs. Megértem. Ülni a Kertstrasszen vagy a Grabenen és az Aidával rendelni egy jó kávét, a világ legjobb túrós táskájával, délbe fölmenni a Grinzingben és a Sepp Martinban megebédelni és meginni egy spritze, este esetleg elmenni a Bécsi Operába vagy a Porgy and Bessie jazzklubba, ezt, de nem csak ezért, hanem mert más ritmusban mennek az emberek az utcán. Igen, ezt megértem én is mindig, amikor lehet azért a téli szünetben, én mondjuk szeretem azt is, hogy akkor, hogy ez az utazás nálam most. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és hogy beszélgethettünk, és remélem legközelebb újra találkozunk a következő könyved megjelenésekor. Kedves nézőink, a Színtér mai vendége író, rendező, színművész Verebes István volt. Író. Nem, ne tegyem hozzá. A Thomas Mann az az író. Én nekem szerző vagyok. Jó, szerző, rendező, színművész, Verebes István volt. Elköszön a szerkesztő műsorvezető, Linka Ágnes.